Meglehetősen rövidre, mindössze egy meccsesre sikeredett a sényői futballcsapat eddigi tavasza, mivel az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes a nyitányt követően rögtön szabadnapos volt az NB3 keleti csoportjában. A szakmai stáb és a játékosok érthetően csalódottan vették tudomásul, hogy bizonytalan ideig várniuk kell a folytatásra. Mindenki nagyon várta, hogy bajnoki mérkőzést játszhassunk, ami ugye tök jól kezdődött, ugye egy idegenbeli sikerrel a táját győztük le 1-0-ra. Ráadásul ugye a következő héten rögtön szabadnaposak voltunk az Ózd kizárásával, viszont még az eredmények is kedvezően alakultak számunkra, és elég jó helyzetbe vártuk ugye a következő hetet, aztán sajnos felfüggesztették a bajnokságot, ami ugye azóta is tart, úgyhogy ezt elég rosszul és nehezen viselte sajnos mindenki. A Sényű eddigi egyetlen tavaszi bajnoki gólját szerző Kapacina Valér is nagyon várja már, hogy újra tétmérkőzésen léphessen pályára társaival. Most ez egy nagyon nehéz időszak, mert egyéni programokat kapunk, és azokat elvégezzük, de ugye hiányzik nekünk az, hogy a csoportos edzések, a labdás edzések, és ugye legfőképpen a bajnoki meccsek hiányoznak. Készültünk ugye több mint 6 hetet a téli felkészülésnél, és ezt most sajnos nem tudjuk abszolválni, de én bízom abban, hogy jobbra fordul a helyzet, és tudjuk majd a bajnokságot folytatni. Hozzátéve azt, hogy legeslegfontosabb most, hogy minél hamarabb túl legyen az egész világ ezen a járványon, és minél kevesebb vesztességgel a sportág is újra el tudjon indulni. Az első egy hét az még úgy zökkenőmentes is volt, de azóta azért elég nehezen viselem én is, és ugye a többiekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, mindenkinek nagyon hiányzik már az, hogy újra focizhassunk. A sikerélmények is hiányoznak, hiszen egy sportolónak az a legfontosabb, hogy sikerélménye legyen. Nekünk ez az elmúlt időszakban, hál' Istennek, elég gyakran sikerült áttéreznünk ezt az érzést. Mindenképp ez egy nehéz időszaknak számít, és egyszer mondom, remélem, hogy ennek mi hamarabb vége lesz, és újra azt csinálhatjuk, amit szeretünk csinálni.